Emlékezzünk azokra, akik másokért szenvedtek, akiket elhurcoltak, akiket megaláztak, akiket megöltek, akik hősök voltak. Az édesanyákra, akik gyermekeket neveltek, és azokra, akik ekkorban magyarok éltek. Ez áll azon a márványtáblán, amelyet a bazilika oldalán állított 56-os kereszt alá helyeztek. Fontosnak érzem azt, hogy legyen egy olyan alkalom, ahol valóban imádkozunk azokért, akik áldozatot vállaltak egy országért, értünk a magyar nemzetért, hogy imádkozunk azokért, akik életüket áldozták, és imádkozzunk persze azokért is, akik ugyan életben maradtak, de akik maguk és családjaik tagjaikban egy életen keresztül fizették annak az árát, hogy valamikor kimertek állni, mertek tenni, szót emelni, vagy akár fegyvert fogni a nemzet szabadságáért. Vannak, akiket személyes élmény köt 56-hoz. Kovács Péter Barnabás beszédében fiatalkori forradalmi élményeit elevenítette föl. És vannak, akiknek nem személyes élményt, de mindenképpen a magyarsághoz tartozást jelenti ez az ünnep. Azok közé kevesek közé tartozok, akiknek a családjában nincsenek áldozatok, de ezzel együtt nagyon át tudom érezni azoknak a helyzetét, akik egy nagypapát, egy apukát, egy dédpapát nem ismerhettek meg azért, mert 56 megtörtént. Ezzel együtt hosszú távon nagyon hálásak vagyunk ezeknek az embereknek, akik a sarkukra mertek állni, és szembe mertek szállni azzal a lehetetlen roppant erővel, amit annak idején a szovjet hadsereg képviselt. A forradalom leverése után az áldozatok emlékére egy fakeresztet állítottak a fehérváriak, de ezt akkor a kommunista diktatúra levetette. És csak a rendszerváltás után 1992-ben kerülhetett újra emlékkereszt a bazilika falára. Most minden évben a forradalomra emlékezve együtt imádkoznak itt a fehérvári keresztény felekezetek képviselői. Fontos itt lennünk mindenképpen, mert 56 az nem csak az egyháznak, de a nemzetnek is az ünnepe, de ugyanakkor az egyház is fontos, hogy képviseltesse magát ebben az ügyben, és hogy emlékezzünk azokra is, akik az egyház által is képviseltették magukat 56-ban is, és az 56-os forradalom alatt, illetve után vannak mártírjaink, és értük is, illetve nemzetünkért, nemzetünk fennmaradásáért, az emlékek ápolásáért. Úgy gondolom, hogy szükséges, hogy ezt lélekben is hordozzuk. A közös imádságon koszorút helyezett el Cserpakovics András, Székesfehérvár polgármestere, és Varga Tamás, a megyei közgyűlés elnöke is.